A Szolnoki járási ügyészség vádirata szerint a fiatalkorú elkövető 2023. október 3-án éjszaka Jászárok szálláson sétálva talált egy lezáratlan személygépkocsit, melyben benne volt az indító kulcs is. Majd úgy döntött, hogy a járművet a tulajdonos engedélye nélkül elviszi, hogy azzal kocsikázzon egyet. A fiú a gépkocsiba utasként felvette három ismerősét is, majd jászárok szállásról erkre mentek a járművel a fiatalok úgy, hogy a személygépkocsit a vádlott vezette. A fiú Erk lakott területén belül haladva, mivel nem az utat figyelte, az útról lesodródott és az autóval felborult, mely baleset következtében a vádlott és egyik utasa nyolc napon belül gyógyuló horzsolásos sérüléseket szenvedtek el. A fiatalember, miután értesült róla, hogy a helyszíre érkező személyek értesítették a rendőrséget és a mentőket, a felelősségre vonástól tartva a baleset helyszínéről elszaladt. Az ügyészség vádiratában, a próbára bocsájtás hatály alatt álló és más büntetőügyből kifolyólag közben letartóztatásba került vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet alkalmazását indítványozta. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság fog döntést hozni.